TB, ez a lakás rohadt jól néz ki. Mi az Isten? Te hogy a francba? Szerinted viccből tanultam? Hát jó, de figyelj, amikor katatanárnővel beszélgettünk így a továbbtanulásra, meg a hasonlókra, akkor azért nem azt mondta, hogy ha tanulsz, akkor ilyen lakásba fogsz költözni. Ha, nem, ez igazából úgy van, hogy ott tanulsz, akkor ilyen lakásod lesz. Ez ennyire egyszerű. Tudod, Dominik, én mindig is nem csak azért tanultam, mert amúgy szerettem is tanulni, mert még a mai napig szeretek tanulni, és rengeteg könyvet olvasok, és sok dolgnak utána nézek, és imádok tanulni a mai napig is. Viszont arra később jöttem rá, hogy ez kifizetődő. Figyelj, hogyha ez ennyi hülyeséggel jár, akkor inkább hagyom a francba, és inkább lakok a, nem tudom, föld alatt. De ha már itt tartunk, akkor mesélj már rá, hogy te milyen jó Istennel foglalkozol. Amiből telik egy ilyenre? Hát igazából nem csak ilyenre, csak most egy kicsit meghúztam magam ezen a helyen, majd hát már azért ebben van egy nagyobb. Hát figyelj, igazából ez úgy történt, hogy találkoztam egy rendezvényen, egy évfolyamtársammal ugye az egyetemen, és akkor mondta, hogy szereti ezt a CSS szakmát, hogy ez milyen jó, hogy el kell menni ügyfelekhez, tárgyalásokat bonyolítani, rengeteget lehet tanulni. Ugye CSS-ként határtalan a tanulás, mert minél többet dolgozol, annál többet tanulsz belőle. És akkor úgy gondoltam, hogy miért nem vágnék bele ebbe a CSS-ezés dologba. És hát persze az első helyen, ahol mentem, föl is vettek ugye a tanulmányi eredményeim és a szövegem miatt. És most jelen pillanatban egy ilyen globális nagy cégnél dolgozok, ami itt van Magyarországon a székhelye. Viszont 110 másik országba is szállít termékeket. Ez egy olyan cég, ami ilyen labor technikai eszközökkel kereskedik. És képzeld el, hogy én vagyok ott a területi menedzser, és nekem ugye az a dolgom, hogy akár Magyarországon, akár a másik 110 országba elutazzak, leüljek a cégeknek a vezetőivel, megbeszéljem velük, hogy szükségük van erre a készülékre, és ha azt mondják igen, akkor igen. Ennek a felét nem értettem, vagyis értettem, de nagyon durva, ezt sosem képzeltem volna róla, Tibi, őszintén megmondom, amikor ott elkezdtél nekünk szuhaéri nyelven számolni, vagy nem is tudom milyen nyelven. Hát amúgy az most pont jó, hogy ennyi nyelven beszélek, ugye, mert különböző országokban járok, és ott különböző nyelveken kell beszélni, ugye. Sokszor van olyan, ugye angol a közös nyelv, mert ugye az angol az világnyelv, és általában mindig angolul kezdünk el tárgyalni, de azért rengeteg országban volt már olyan, hogy vagy akár egy olyan kis szőszenet volt, hogy ugye odaszólt az egyik a másiknak azon a nyelven, amikor éppen kint voltam. Ez amúgy Németországban volt, vagy kint voltam Németországban, és
ugye azt hitték, hogy csak angolul beszélek, és akkor odaszólt a németországi ügyfelek egymás között, hogy hát figyelj, ezt mondot akar csinálni, és akkor izé, németül is elmondtam nekik. Aztán igazából meg voltak lepődve, és képzeld, ők is leszerződtek velünk. Tibi, őszintén szóval büszke vagyok rád, és gratulálok, de azért egy picit elmehetsz a fenébe, hogy ezt mint te magadnak így felépítetted. De tényleg nem volt nehéz, megmondom, hogy ez csak egy átmeneti plac. Nem kell olyan komolyan menni. Hát jó. Tényleg Dominik, amúgy veled mi a helyzet? Hogy vagy? Hát gondolom te is azért legalább ennyire vitted, mert azért ott voltál a dolgokban. Ja, nagyon sokra vittem a... Mit csinálsz most? Én most különböző cégeknek a fejlesztésével foglalkozom. Oh, cégfejlesztő? Igen, tudod, olyan, mint a coach, csak ez egy sokkal speciálisabb terület, mert nem csak az embereket támogatom, hanem magát a cégeket is. Szóval ilyen termékfejlesztési menedzser vagy? Nem ez a legjobb szóra, ezt hiszem úgy hívják, hogy cég, coach, koordinátor, fejlesztő, professzor, és ezt csinálom. Ez jó. És amúgy így a munkádban mit csinálsz? Tehát így nap mint nap, miből telik ez a 8 óra? Mert azért ez egy elég tágfogalom, hogy ugye a cégeket fejleszgetsz, meg coachingolsz, és ugye professzori munkát is végzel, mint ahogy mondtad. Ez a napi 8 óra, de amúgy miből telik ki? Pofázok. Leginkább. Mm-hmm. Nagyon sokat, sokféle embernek, sokat, sokhogy magyarul, csak Magyarországon, de itt nagyon sokat. Hát akkor gondolom, hogy a GDPR meg az ilyenek azért a kis ujjadban van, mert ugye azért a cégfejlesztéséhez ugye a GDPR meg ugye a minőségellenőrzésnek ott kell lennie. Hát hogy de? Na, ez tök király amúgy. Hú, mióta is van GDPR? Azt hiszem 2018. Ja, erre én is emlékszem ugye. Ja, szóval ezzel foglalkozom, de adjuk is a témát. Mi a helyzet a nőkkel? Hát, amúgy képzeld, amióta van ez a házam, meg ugye lett kocsim is, azóta ugye tök érdekes, de akárhová megyek, bárhol tudnék barátnőt találni, mert mindenhol van egy csomó csaj, aki odajön, és akkor meghívna egy piára, érted? Tök furcsán viselem ezt az egészet, mert ugye mindig fordítva volt, hogy én mentem oda, és meghívtam egy italra, meg ilyen hasonló. Most valahogy úgy nincs semmi dolgom, igazából elmegyek egy helyre, és akkor ott tök jó. És képzeld, most van egy nagyon-nagyon aranyos lány, azzal azért már többször randizgattam. Hát, szerintem ő lesz az igazi. Az... Igen, az szuper. Wow. Hát igen, hiába voltam mostanában együtt ilyen 10-20-30 lányjal, és ugye persze nem szexuálisan, csak úgy randizgatás céljából. Okay. Persze ugye nem mindig kerültük el ezt, de mindegy, ugye az a lényeg, hogy nem tudom, nekem olyan felszínesek voltak, és úgy hiába tényleg nagy volt a számuk, nem találtam meg soha semmelyikben azt, amit szerettem volna, viszont a legutolsóban mindent megtaláltam, amit szerettem volna, és vele nagyon-nagyon szeretnék összejönni. Sok sikert kívánok hozzá, Tibi! És veled mi a helyzet? Hogy vannak a csajok? Neked aztán volt mindig? Ja, soha egyébként, de... Hát de ott volt a Juli, a Zsani, oké, okay, hogy nem volt, Juli, de azért volt Julival mindig valami. Julival egyébként, köszönjük szépen. Nem tudom, emlékszel, de én azt hittem a Julival. Nem tudom, hogy ezt meséltem. Hát tudod, azóta annyi minden történik, hogy már a középiskola az szinte el is felejtettem. Nem a középiskolába jöttünk össze, hanem nem olyan rég, egy pár hónapja lassan évfordulós leszünk. Ja. Akkor azért nem emlékszek rá, mert általában furcsa is volt, mert minden. Nem, mert mindig, tudod, hogy mindig eltolt magától, ez soha nem jött össze, viszont egyszer csak így áthívtam magamhoz, és akkor ott elkezdtünk egy kicsit beszélgetni, és igazából tök rendes volt egyébként, mert bocsánatot kért azért, hogy úgy viselkedett velem több éven keresztül egyébként, ahogy nagyon nem kellett volna. Hát nem mindig volt szép, az biztos. Hát nem, de alapvetően nagyon rendes volt, és nagyon hálás voltam azért egyébként, hogy bocsánatot kért, és legalább beismerte azt, hogy nem volt jó fej. Na és... Aztán összejöttünk.
Baba gyerek gyűrű valami? Na, azért álljunk meg egy kicsikét itt három szóra, na. Szóval azért ennyire nem kell elsietni, majd szépen mindent a maga idejében. Először autót szeretnénk majd vásárolni, aztán... Hát gondolom azért ilyen munka mellett, azért gondolom ilyen fizetés is dukál, szóval nem lesz probléma. Hát, hogy ne! De azt sem tudom, hogy milyen autót vásárolni. Na, azért mondom. Amúgy mostanában nézegettem ezeket a Ford Mustangokat, ugye lehet, hogy most a benzinár az nem a legkellemesebb. Meg ugye De van belőle elektromos. Látod, azért mondom, én is lehet gondolkodtam egy ilyen elektromos Ford Mustangon, mert amúgy azok a nem rossz autók. Ja, a Ford Mustang Mach-E egy eléggé jól összerakott autó végül is, igen. Vegyünk mind a ketten olyat, nem? Azt majd együtt tudunk menni. Régen úgyis ilyeneket tervezgettünk. Ilyeneket tervezgettünk, bár most nem tudom, hogy ez mennyire lenne egyébként kivitelezhető, de már úgy értem, hogy nekem a... BMW i4-es az, ami nagyon tetszik. Micsoda? A Porsche Taycan. Na, az se egy rossz autó. Nagyon szép áramvonalas teste van. Észrehetősen jó a légellenállása is. Na, hát végül is az se rossz autó. Na, de ezekre a jó hírekre mit szólna, hogy innánk egyet? Jó. Na, hozom is. Végül is. Ezen nem újjon. Tibi, mi ez? Ez a legjobb dolog, nézd csak! Egy ilyen porrat basszus, adott neked. Basszus, kirázott a hideg. De menő. Mi a franc? Ez egy kigyúrt felsőtest feles? Ez nem célzás. Te beszélsz? Jó, már... Nem azt kell nézni. Na hát. Egészség! Ugye milyen jó? Na, egy pálinka, nem pálinka, ígyunk még egyet! Egészség! Már is jobb, nem? Na, de három a magyar igazság, nem? Na, akkor jön még egyet. Hello. Egészség. Egészség. Tibi! Nem is olyan rossz ez a pálinka! Mondtam én! Szóljon mélyen! Mondtam én, hogy nem olyan rossz ez a pálinka, hallod? Ez egy dolog, hogy egy kicsit sűrű is, mert ugye nem érted az elején, aztán a végén már egy kicsit kezd, de viszont ilyenkor a legfinomabb. De tényleg. Én azt mondom neked, Tibi! Minden kortyát! Hadd szóljon mélyen! Hát, az aranyat szeretjük!
Phoebe! Phoebe! Nem el vagy még? A francokat beléd. Hol van még a pálinka? Ez elfogyott. Tébi elfogyott. Elfogyott a pálinka. Tébi. Aj, Tébi. Miért vagy te, Tébi? Ajaj, jön a róka, jön a róka, jön a róka. Jaj, jön a róka, olyan róka jön.